tombol az influenza járvány, egyre több a beteg, emiatt a Vármegyei Oktatókórház intézményeiben is látogatási tilalom van érvényben. Elnyert támogatás, közösségi tér és tanösvény épül Berkeszen több mint 180 millió forintból. Lejárt horgászkártyák, csak megújított magyar horgászkártyával lehet kiváltani a fogási naplót és a területi jegyeket. Tombol a járvány, rohamosan emelkedik az influenzások száma Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A növekvő betegszám miatt a népegészségügyi főosztály visszavonásig teljes körű látogatási tilalmat rendelt el a Vármegyei Oktatókórház tag intézményeinek fekvőbetegellátó osztályain. A szakemberek azt javasolják, aki láza, torokfájás, sűrű köhögést vagy vizes orrfolyást észlel magán, azonnal forduljon házi orvosához és kerülje a zsúfolt helyeket. Már az év első három hetében is nagy volt az emelkedés, azóta viszont még meredekebb a görbe. Így emelkedett az influenzások száma január 1-je óta a vármegyében. Az ötödik héthez képest a hatodik héten 50%-kal nőtt a légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma, jelentős részük influenza-szerű tünetekkel. Ez azt jelenti, tombol a járvány a vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumába küldjük azokat a mintákat, amelyeket a vármegyében működő Sentinel orvosok levesznek a hozzájuk forduló betegektől, és ennek mintegy 70%-a most már az influenza vírus, és 30%-a az egyéb vírus, aminek egy része még mindig a koronavírus, illetve az egyéb légúti megbetegedéseket okozó vírustípusok. Az influenza vírusból is körülbelül 50%-a az influenza A, ez tehető felelőssé a most tomboló járványért. A kormányhivatal népegészségügyi főosztálya múlt hét pénteken teljes körű látogatási tilalmat rendelt el a Vármegyei Oktatókórház tagintézményeinek fekvőbetegellátó osztályain. Erre azért volt szükség, mert az intézmények falain belül is terjedni kezdett az influenza, ami a bennfekvő betegek legyengült szervezete számára még nagyobb veszélyt hordoz. A tilalom visszavonásig érvényes, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet a kórház területén tartózkodni, sőt bizonyos feltételek szerint a találkozás is lehetséges. Az, hogy látogatási tilalom van, az nem jelenti azt, hogy azokat a hozzátartozóinkat, akiket mindenféleképpen meg szeretnénk látogatni, mert vagy súlyos betegek, vagy halálos betegek, vagy a gyermekek, vagy gondozás alatt álló értelmi fogyatékos betegek, számukra biztosítja a kórház a védőeszközöket, és megfelelő időintervallumban természetesen meglátogathatják a hozzátartozóikat. Még kiegészíteném azzal, hogy szülőnőknél is, akit megjelölnek, hogy mindenféleképpen szeretnék, hogy mellettük legyenek, vagy akik olyan ápolásra, gondozásra szorulnak, hogy a nap 24 órájában mellettük lehet a hozzátartozó, számukra is biztosított, valamint akik lelkészi segítségre, támogatásra szorulnak, számukra is biztosítja a kórház a bemenetelt. A vármegyei tiszti főorvos hozzátette, az influenza mellett továbbra is jelen van a koronavírus, amelynek tüneteit ugyanakkor egyre nehezebb elkülöníteni előbbitől. Ma már olyan tesztek is elérhetővé váltak, amelyek mindkét fertőzéstípust kimutatják, akár egyidejűleg is, hiszen arra is egyre több példa van, hogy egyszerre mindkét vírus jelen van a szervezetben. A szakemberek azt javasolják, aki lázat, torokfájást, sűrű köhögést és vizes orrfolyást észlel magán, azonnal forduljon házi orvosához, és kerülje a zsúfolt helyeket. Az aktuális járványhelyzettel hosszabban szerdai 35 perc című műsorunkban foglalkozunk. Több mint 180 millió forintból közösségi tér és tanösvény építése kezdődik meg Berkeszen. A beruházás részeként egy multifunkciós rendezvénytermet, valamint egy 150 adagos közétkeztetési főzőkonyhát is kialakítanak. A községben már az utolsó simításokat végzik a hivatal új épületében, és pályáznak a köztemető felújítására is.
Ez a rész lesz a rendezvény rész, a másik oldala pedig a konyha lesz. A hamarosan kezdődő fejlesztés helyszínét mutatja be Berkesz polgármestere. A 3 hektáros területen közösségi tér épül majd, amelyben konyhát és egy 100 fő befogadására alkalmas rendezvényteret alakítanak ki. Az építmény szomszédságában egy tanösvényt is terveznek. Ezek már a látványtervek. A munkálatok a közeljövőben kezdődnek. A beruházás a tervek szerint idén novemberre készülhet el. A közösségi tér nagyon fontos lenne, hiszen a konyhánk az egy olyan konyha, ahol valamikor is tároló konyha volt, az óvodában található, és ez a konyha a mai szabványnak megfelelően 2023-22-24-ben nem megfelelő, és ezért próbáltunk egy a mostani igénynek megfelelő konyhára tervet beadni. Összességében a közösségi tért ezt jelenti. Pénzösszegben, ez bruttóban 272,4 millió forintot jelent. Megtörtént a közbeszerzése, nyílt közbeszerzés természetesen, ugye, és meg is van a pályázó, aki elvitte. A hamarosan induló fejlesztés mellett egy másik beruházás a végéhez közeledik a településen. Ebbe az egyelőre üres épületbe költözik vissza, várhatóan a következő hetekben az önkormányzat. Itt a teljes belső teret átalakították és felújították. A 34 millió forint a bruttó összeg, amit erre az épület belső felújítására költöttünk. Beköltözésünk 99,9%-ban van kész. Az internetet szeretnénk még kialakítani minden helyiségben, ez hiányzik, és lassan, fokozatosan az irattárral kezdjük, és ahogy tudunk. Illetve a mostani Magyar Faluban az épületnek a tárgyi felszereltségét szeretnénk bővíteni, és arra pályáztunk, hogy irodaasztalok, szekrények újak legyenek már, hogyha a belső tér új, akkor a régi dolgok, amik vannak, olyan dolgok, amik még a rendszerváltás idején, például a polgármesteri hivatalnak, a jegyzői szobáknak a berendezései 90-es évekből, szőnyegek akkortól valóak, tehát ezeket is szeretnénk egy kicsit felújítani, hogyha már itt vagyunk. Az önkormányzat tervei között szerepel a köztemető fejlesztése. A Magyar Falu programban a ravatalozó felújítására pályáznak. Líder program keretében pedig tavasszal kezdődnek az urnafal építésének munkálatai. A területen egy urnatemetőt is kialakítanak majd. Elkészült a telelő erdei fülesbaglyó 2024. évi országos lakossági felmérésének összesítése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is a lakosság és a média segítségét kérte a Magyarországon telelő erdei fülesbagoly csapatok országos felméréséhez január végén. Ennek köszönhetően Magyarország összes vármegyéjéből és a fővárosból is érkeztek megfigyelési adatok. A most elkészült összesítés alapján az összefogás ismét sikeres volt. A beérkező adatokból kiderült, hogy a számolás idején hazánk 638 településén, 1035 helyszínen 11.629 erdei füles bagoly telelt. Az ország minden területéről kaptunk adatokat, van ahonnan többet, hát nyilván azokon a részeken, akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol köztudottan sok a bagoly, ott nyilván az aktivitás is ilyen szempontból jelentősebb. Ugye itt a számolásnak az értelme és a lényege, hogy minél több év telik el, annál inkább következtetések levonására alkalmassá válnak ezek az adatsorok. Most még ilyen nagyon erős következtetések nem vonhatók le, ugye az már most látszott, hogy és ez egy ökológiai tény, hogy amikor összeomlik évtizedenként 2-3 alkalommal a zsákmányállat, kisrágcsálóknak a száma, az jelentősen kihat a telelő baglyok számára is. Csak megújított magyar horgászkártyával lehet kiváltani a fogási naplót, a területi jegyeket és az egyéb horgászokmányokat. Ez a tény országosan több mint 460 ezer horgászt érint. Ezután érdemes tájékozódni az egyes hallgazdaságoknál Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, hogy van-e bármilyen változás vagy korlátozás az adott vizeknél. Egy másik fontos határidő, amire a horgászoknak figyelni kell, a fogási naplók leadási határideje, ami február 28-a.
A jó idő egyre többször vonzza a horgászokat a vízpartra. Ezt az időtöltést azonban csak azok végezhetik legálisan, akik rendelkeznek érvényes magyar horgászkártyával. Ez országosan 460 ezer horgászt érint. Nagyon sokan jönnek horgászkártyát érvényesíteni és újat kérni. Ez részben otthon is elvégezhető felület, vagy feladat, tehát online módon is lehet a horgászkártyát igényelni, viszont ennek a díjfizetése ez a forgalmazási ponton történhet. Ennek érdemes utána nézni az interneten, nem egy bonyolult folyamat, egy adategyeztetésről van szó. A horgászkártya díja nem változott, 2200 forint ugyanúgy, mint 5 évvel ezelőtt, és újabb 5 évre lehet ezt érvényesíteni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében számos olyan állóvíz van, amely kedvelt célpontja a nyíregyházi horgászoknak. Azonban minden esetben érdemes tájékozódni, hogy az adott vizet érintően vannak-e változások. A császárszállási víztározón történtek olyan változások, amelyek érintik a helyi horgászrendet, ez pedig arról szól, hogy a 6 kg-nál nagyobb pontyot és egyéb nemes halat nem lehet elvinni a folyami harcsa kivételével. A Tiszára és vízrendszerére adták ki tavaly a legtöbb horgászengedélyt, ezeken a helyeken a folyami harcsafogási adatai megelőzték a pontjét, ami nem megszokott ebben a térségben. Ezeket az adatokat főleg a fogási naplóból gyűjtik össze a szakemberek, ezeket azonban nem mindig használják lelkiismeretesen a horgászok. A leadott fogási naplók 50%-a üresen kerül vissza, tehát elég jó arányban leadogatják, tehát ilyen 90% körül a leadott fogási naplók aránya, viszont nagyon sok olyan napló van, amiben nem szerepel az, hogy fogott volna halat a horgász, és az sem, hogy mondjuk elment volna horgászni, tehát nincs beixelve az adott horgásznak. Próbálunk ezen a statisztikán úgy javítani, hogy az ellenőrzéseket ebbe az irányba próbáljuk fokozni, és úgy gondolom, hogy nagy segítség lesz majd ezen a vonalon is, amennyiben a Korinfo szakrendszerben az elektronikus fogási napló az majd működésbe fog lépni, ez jövő évtől már választható is lesz, úgyhogy kíváncsian várom én is a fejleményeket, hogy mit hoz a digitalizáció, de szerintem ez így jó lesz és jobban fog működni, mint eddig. A tavalyi fogási naplók leadási határideje 2024. február 28-a. Ezeket összesítve, kitöltve ott kell leadni, ahol azt kiváltották, vagy ahol a 2024 évi állami jegyet váltani fogják. Kerékpáros gázolt egy személyautó Nyíregyházán a Kállói úton kedden délelőtt. A biciklis nem szállt le a kijelölt gyalogátkelő helyen, arra lendülettel hajtott rá, minek következtében a belváros felé közlekedő gépjármű elütötte. A kerékpáros sérüléseit a mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és annak körülményeit. Először szervezett gálakoncertet zeneművészeti tagozatos növendékeinek a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium. A rendezvényt a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében tartották. A koncerten a klasszikus, a népzenei és a színész tanszak diákjai és tanárai is felléptek. Közös énekléssel indult a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium gála koncertje. A rendezvényen a zeneművészeti tagozat növendékei és tanárai is felléptek. A koncertnek rendhagyó módon a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály terme adott otthont. Mindenképpen rendkívüli ez az egész helyzet. Az is, hogy a falakon kívül megmutatjuk ezeket a produkciókat egyrészt, másrészt pedig ez tulajdonképpen egy kezdeményezés, egy teljesen új ötlet. Eddig a félévi vizsgák után nem mutatkoztunk így meg, és nem csak a helyszín rendkívüli, hanem maga az alkalom is, hiszen először szervez az iskolánk ilyen gálakoncertet a zeneművészeti tagozat számára. Nem csak a gálakoncert helyszíne volt rendhagyó, a műsor összeállítása is eltért a korábbi tagozatos koncertek hagyományaitól. A zeneművészeti tagozaton klasszikus tanszak van, népzene tanszak és színész tanszak. A klasszikus tanszakon belül a hagyományos hangszerek, a zongora, a gitár, a kürt, nagyon sok, ami lehetséges felvonulni és amin lehet tanulni, azon tanulnak a gyerekek, szintén ugyan népzene hangszeren, népi hegedű, népi bőgő, népi ének.
A mai napon még ilyen nem volt, hogy összekötjük a népzenét a klasszikus zenével, vagyis a klasszikus zenészek fognak javarészt meg a népzenészek fellépni, de az utolsó szám erejéig bemutatkoznak a színészek is. A zeneművészeti tagozatos növendékek közül többen országos és nemzetközi versenyeken is megmérettetik magukat. Vannak olyan diákok, akik rendszeresen dobogós helyezést érnek el ezeken. Az elmúlt három évben mind a háromszor sikerült megnyernem a Bartók Béla konzi szervezésében lévő online kürtversenyt. Ezen kívül még második helyezettet tudtam elérni a Weiner Leó zeneművészeti szakgimnázium szervezésében lévő országos kürtversenyen, meg még részt vettem nemzetközi versenyen is Németországba, és ebben az évben két hónap múlva fogok menni még Szlovéniába is versenyezni egy újabb nemzetközi versenyre. Az intézmény a gála koncertet hagyományteremtő szándékkal szervezte. Vereséget szenvedett Sziget-Szent Miklóson a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák az NB1B piros csoportjának 20. fordulójában 110-87-re kaptak ki a BKG Prima Akadémiától. Merik Mehmedovic 7. helyen álló együttese vasárnap az 5. fót otthonában lép pályára. Már a mérkőzés előtt megfogyatkozott a vendégcsapat, a kezdés előtt nem sokkal derült ki, hogy a nagyszerű formában lévő Tarján Izsák nem tudja vállalni a játékot. A hazaiak pazar dobóformában kezdték a meccset, az első negyedben 35 pontot szerezve 10 pontos előnyre tettek szert. A második 10 percben sem lassított a BKG, így a nagyszünetre 65-42-es állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék, de tartotta előnyét a házigazda, és végül 23 pontos vereség zárta le a Kék Cápák idei győzelmi sorozatát. Első dolog ez, hogy a BKG nagyon jól játszott. Az első, második felkészültek belőlünk nagyon. Kivételesen jól dobták. 73% első felét a triplák, 72-2. Jó nap fogták. Más dolog ez igenis, a Izsák nem játszott, és ez nagy probléma. Ha nem játszik egy meccs, oké, de mi olyan kemény sorozatban vagyunk most, és ha nem tud játszani, a probléma van a hátán, lesz probléma, hogy fogunk megoldani ezt a poszt. Ez van most. Másik felidő megbeszéltünk, hogy harcunk normális, azért másik felidő korrekt volt. Ennyi van. Volt egy sorozat, igen van, most újra kezdünk dolgozni. Most jönnek a meccsek, ami valahogy nagyon-nagyon kemény lesznek. Újpest, Móvc, Vasas. Hát sűrű a mezőny, alá van a 5-6 csapat, mindenki egy cél, 8-ból legyen és biztos bemaradás. Nehéz lesz, de hát készen állunk. A forduló további eredményei a következők: Cegléd Vasas Akadémia 96-70, Deac 23, Új Budamavc 73-70, TF Budapest Fót 86-89, Óbudai Kaszások Salgó Tarján 93-97, Meafs Jászberény 97-100 és Pécsi VSK Budafok 110-78. A nyíregyháziak legközelebb Fóton lépnek pályára. Szerintem a 4 meccsből ez legnehezebb, mert ha emlékezünk, ők volt a csapat, aki minket simán megverték. Szerkezetileg nagyon kellemetlen. Ott van Juhas, volt válogatott Márkovics, nagyon rutinos játékos, Kini, mit profi, nagyon jó poszton osztva. 8 játékosból rotálnak, és mindenkinek van feladata. Látható, hogy jó játszanak, mert megverték aki kell, Vasasat és mindenkit, és ők is akarják valami elleni ebbe a bajnokságba. Vasárnap menjünk, taktikailag leszünk felkészülve, mondom még egyszer, Izsáktól függ, mi lesz, mert pont ilyen játékos hiányzik, Robonéko, aki fut, tranzíciós játékos, de ha nem, akkor is ott vagyunk, és harcolni fogunk utolsóig.
Az NB1B piros csoportjának tabelláját a pécsi VSK vezeti 18 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 17-3-as mutatóval rendelkező Újbudamavcot, a Nyíregyháza 8 győzelemmel és 12 vereséggel a 7. helyen várja vasárnapi Fóti vendégjátékát. Híradónk végén nézzük főhíreinket ismét néhány mondatban. Tombol az influenza járvány Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az utóbbi hetekben rohamosan nőtt a légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma. Az emelkedő betegszám miatt a népegészségügyi főosztály visszavonásig teljes körülátogatási tilalmat rendelt el a vármegyei oktatókórház tagintézményeinek fekvőbeteg ellátó osztályain. Közösségi tér és tanösvény épül Berkeszen. A több mint 180 millió forint értékű beruházás keretében egy multifunkciós rendezvényteret és egy 150 adagos közétkeztetési főzőkonyhát is kialakítanak. Az épületre a tervek szerint napelemeket telepítenek, amelyek egész évben képesek megtermelni az épület hűtéséhez és fűtéséhez szükséges energiát. Január végén csaknem 500 000 horgásznak járt le állami horgász okmánya, a magyar horgászkártya, ezért kiemelten fontos adataik megújítása, ellenőrzése. Csak az érvényesítést követően válnak jogosulttá a horgászat jogszerű gyakorlásához szükséges további horgászokmányok, például a fogási napló és területi jegyek kiváltása. A horgászkártya érvényességi ideje egységesen 5 év. Február 20-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán reggel élénk légmozgásra ébredhetünk, majd fokozatosan mérséklődni kezd a nyugati-délnyugati irányú szél. A nap jelentős részében felhős lesz az ég, de átmeneti időszakokra kisüthet a nap. Szorványosan kisebb eső, záporeső előfordulhat. A hőmérők higanyszálai napközben 9 és 13 fok közé húzhatnak fel.